A videót a notbook.hu támogatta. Szemetek vagytok. Hogy? Egy csomóan megírtátok már kommentbe, illetve e-mailt is kaptam, hogy elcsomagoljátok nagyon szívesen a nyári gumiaimat. Hagyjatok már békén, jó helyen van az ott. Üdvözlök mindenkit! Hát ebben a videóban egy új notebookot fogunk megnézni, egy gamer notebookot, ami, hát hogyha megnézed a dobozt, mondjuk talán nektek így kamerán annyira nem jön át, de ez egy baromi pici kis doboz, és mondom, mi a jó Isten, mi jött ebbe? És képzeljétek el, hogy ez egy 14 colos gamer notebook, amivel szerintem én még nem is találkoztam. Asus Zephyrus G14, de bontsuk már ki. Sok érdekesség van, úgyhogy tényleg megér egy misét. Wow! És figyeld, egyből kiadja neked. De jól néz ki. Jaj, de pici. Na jó, a többit egyelőre engedjük el, mi van benne, gondolom. Tápcsatlakozó, ilyesmi, ugye? Yeah! És ha már tápcsatlakozó, igazából ez csak egy ilyen fun fact az elejére, hogy ezt a notebookot már lehet USB-C töltővel is tölteni, tehát hogy nyilván, hogyha elviszed akár a melóhelyre, hát suliban nem tudom, hogy mennyire jó játszani, de hogyha például melóhelyre viszed, és mondjuk van egy szabad fél órád, akkor akár USB-C-vel is, hogyha feltöltöd, akkor tudsz vele játszani. Egyfajta szinten tartásnak van ez az USB-C, nyilván ez itt a jó cucc hozzá elsősorban. Tényleg baromi jól néz ki, nagyon kis pofás. Pont olyan, amilyet én szeretek, hogy azért letisztul, de mégis picit olyan robosztus. Ja Istenem. És egyébként meglehetősen könnyű, tehát hogy gamer notebookhoz képest, sőt még egy MacBookhoz képest is azt mondom, hogy eléggé könnyű. És hát a ház az magnézium, alumínium ötvözetből készült, amit érdemes tudni. Oda nézzé. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy talán még világítás nélkül is az egyik legbaróbb notebook, ami eddig volt nálunk, mert olyan tényleg az a letisztult feeling, amit áttad. De hogy el tudjuk helyezni ezt méretben, hát az a helyzet, hogy ez egy 13 colos MacBook Pro, és ennyi a különbség. Gyakorlatilag alig van különbség, tehát tényleg eléggé kompakt. Nekem egyébként kifejezetten tetszik az, hogy nincsenek rajta matricák, meg ilyesmi. Viszont ami gond szerintem az az, hogy nem magyar a billentyűzet. Tudom, szinte már alig lehet magyar billentyűs cumókat kapni, de hát én ilyen régi módi vagyok. Ahogy kinyitod egyébként, ezt majd egy vágóképen mutatom nektek, gyakorlatilag elemelkedik az asztaltól maga a notebook, és így nyilvánvalóan egy jobb fajta hűtést tud neki biztosítani, az, hogy nem közvetlenül az asztal alján van, hanem tudott is a levegő menni ide-oda. Megkísérlek egy bekapcsolást. Na menjetek már! Ki volt, aki ezt beállította? Hú, erre majd külön kitérünk, de nézd rá! Nem én voltam, most kapcsoltam be. Az anyátok úristen itt. Egyébként azt akartam mondani, csak így megláttam a hátulján magamat, hogy a káva az viszonylag vékony. Viszonylag. Ugye nem azt mondtam, hogy viszonylag. Viszonylag vékony, ami hát nekem ilyen heppem, de én tényleg nagyon szeretem, hogyha nem olyan vastag, mint az állat. Úgyhogy ez is egy ilyen pluszpont nálam. Mint azt látjátok, a billentyűzet, rajta nem látjátok, de valahogy így, a billentyűzet világítós, természetesen, tehát be lehet kockulni vele éjszakára is, meg alapvetően szerintem már ez egy olyan dolog, amit úgy mindig kapsz egy billentyűzettel is, vagy akár egy notebookkal, és így megszoktuk már jó. Na de, mielőtt így jobban belemennénk, nézzük meg a specifikációt. Nézzük először a CPU-t, ami egy AMD Ryzen 7 4800H 4 GHz-es proci, aztán van nekünk 16 GB ramocska kocskánk, és egy Nvidia RTX 2060 videókártyánk, és egy 1 terrás SSD-nk, amire hát hála Isten már fér rá valami, sőt azért eléggé sok minden. Hát azt mondom, hogy az ilyen 256 gigás az annyira nem használható. Pisze, egészségedre, hapcizott egyet.
Az 512 gigás az már úgy, de az 1 terás az az, amire azért ráfér egy ilyen 6-7 játék úgy egészségesen. Hát én ezen még mindig beszarok, te. És hát maga a kijelző az pedig QHD, 60 Hz-es, 2560x1440 pixel felbontású, viszont lehet ezt választani Full HD és azaz 1920x1080-as kijelzővel is. Ott már 120 Hz-et kapnánk, úgyhogy azt mondják egyébként, hogy érdemes inkább azzal választani. Ha a kettő közül kell választani, akkor én is azt mondom, hogy inkább akkor legyen 120 Hz-ünk, viszont akkor csak és kizárólag Full HD. A gép jobb oldalán találunk egy USB Type-C, illetve kettő darab USB 3.2 portot. Másik oldal. Ide tudjuk dugni a tápot, aztán ezen kívül van itt nekünk egy HDMI, Type-C és egy jack, kombinált jack, azaz ugye belemehet a mikrofon is és a fejhallgató is. Ami még egy jó pofa dolog, hogy itt található a bekapcsoló gomb, ami egyben új lenyomatolvasó is. Tehát ezt te, ha beállítod magadnak, akkor onnantól kezdve nagyon egyszerűen és modernosan be tudsz lépni a ketyerédbe. Ez a gép egyébként már Wi-Fi 6-tal van szerelve, ami hát röviden gyorsabb, meg jobb, meg megbízhatóbb. Nézzük már meg ezt, hogy ezt hogyan lehet állogatni. Anime Matrix LED, de hát hívjuk már Anime Matrix LED-nek. Az csá. Na hogyan van? Például be tudom állítani azt, hogy kiírja, hogy hány óra van. Óra nézzé. Ráállítom az órát, betölti, és akkor innentől kezdve nézhetitek, hogy hány óra van. De szabadon tudom változtatni azt, hogy mit írjon ki nekünk. Például most beállítottam azt, hogy iratkozz fel. De ezt nem csak azért állítottam be, hogy megmutassam, hanem azért is, hogy iratkozzál fel. Úgyhogy ilyet is lehet. Jó, ez nyilván most tudom, hogy nem a legolyanabb dolog, ami érdekel mindenkit, de szerintem ez egy ilyen tök jó feature ezzel a notebookkal kapcsolatban. Na most, akkor csináljuk azt, hogy telepítsünk játékokat, és nézzük meg, hogy ez így cakkompak mit tud. Talán még előtte egy hangteszt, vagyis hát hangszóró teszt, ugyanis arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mégis mi fából van faragva, mert az a helyzet, hogy eléggé picik ezek a hangszórók, ami azt illeti, úgyhogy talán érdekes az, hogy ez valójában mit is tud, és akkor természetesen saját zenét kell benyomnom, bocsi, ugyanis, hát letítja a YouTube. Emlékszem, annó te léptél le, érdekes visszafogadnál most. Esküszöm, nem leszek már többé, remélem erre már rájöttél. Olcsó lány vagy, megmondtam egyszer a mosolyod rád vagy. Olcsó lány vagy, megmondtam egyszer a mosolyod rád vagy. Emlékszem, annó te léptél le, érdekes visszafogadnál most. Tudom, hogy ebből rattul nem hallatok semmit, viszont az a helyzet, hogy van egyfajta mély tónusa, tartománya, ami ilyen meglepő, mert általában ilyen doboz hangszerűséget szoktunk hallani notebookoknál, és itt valahol alul eléggé komolyan rezegteti. Én nem tudom, hogy hol, de valahol rezegteti az egész notebook alját, és ezáltal egy ilyen eléggé jó mély tartománya van. Nyilván sok mindent nem szabad tőle várni, de bőven hallgatható. Na jó, akkor most pedig nézzünk egy... Pisze, te rohadt creepy vagy itt. Hát megmutatom nektek egy képen. Úgy fekszik itt, hallod, mint aki meg van halva. Na, akkor telepítünk játékokat, és jövünk vissza. Nos, hát látjátok, az első játék az a PUBG, amit ki fogunk próbálni. Itt a lobby FPS-t azt természetesen levesszük, ahogy szoktuk. In-game FPS az mindegy, az amennyi csak tud legyen. Azon kívül ez így a helyzet. Nem tudom, szerintem így megpróbáljuk magas beállításokkal első körben. Ja Istenem, akkor apli, és akkor zsatar játékba. Nos, és akkor menetelünk is. Ugye, mint láttátok, nem 1080p-n játszunk, hanem 1440p-n. Úgyhogy hát ez van. Viszont tényleg sokkal jobb lenne
nekünk az, hogyha csak 1080p lenne maga a display, és akkor 120 Hz, de hát ez van. Úgyhogy az FPS számot látjátok, ezen kívül a CPU-t, hogy mennyit használ és hány százalékban használja azt, ezen kívül a GPU-t, mindent, na, látjátok, úgyhogy ez a helyzet, és akkor most pedig én leugrok csak úgy valahova, hogy legyen valami, aztán majd kiderül, hogy mi van. Ezt nagyon szépen összefoglaltam, de hát tulajdonképpen erről van szó. És hát próbálok nem azon nyomban meghalni, és egy kicsit lent az FPS számot megnézni, hogy mi újság van. Én most az a helyzet, én nem látom az FPS számot, nekem kitakarja, de ti látjátok, úgyhogy le tudjátok vonni a megfelelő következtetéseket. Nyilván tudom, hogy egyáltalán nem olcsó ez a notebook. Hát ezt ne rajtam kérjétek számon, nem én készítem őket, és nem én árazom be. Úgyhogy ez ilyen, ezt el kell fogadni. Nyilván a konkurenseknél nem drágább a termék, ami azt illeti. A rohadt életben vannak csapattársaim, akik beszélnek. Remélem nekem le van némítva. Na mindegy. Az a lényeg, hogy vannak csapattársak. Igazából ilyen 86-87 FPS-t tud hozni a cumó, és igazából a CPU ilyen 14%-on van, ami elképesztő szerintem, hogy 8 mag és 4200-n ketyereg, és ilyen 14-15%-ot használ belőle, és RAM-ból is 9,1 gigát használunk, és hát az a helyzet, hogy GPU is 14%-os használtsági szinten van, tehát bőven nem ilyen beállításokkal kéne nekünk itt nyomulni, hanem szépen jobban személyre tudnánk szabni a beállításokat, és esetleg tudnánk durcibb grafikai beállításokat eszközölni, de hát most ebből élünk, amink van. Az a lényeg, hogy lássátok nagyjából, hogy mi újság van. Jézusom, és szerintem oroszok ellen vagy oroszokkal játszok egy csapatban. Úgyhogy most ez van. Na, de látjátok, nagyjából ezt tudjuk így hozni PUBG-ban, és akkor most pedig nézzük a COD Warzone-t. No, hát itt gyakorlatilag a Warzone-ban mindent úgy hagyok, ahogy ő azt beállította magának, mint azt látjátok, annyi a lényege, hogy V-Sync az nincsen benyomva semmiféleképpen. Ezeket meg itt mindent így hagyunk, aztán majd lesz valami. Meglátjuk, hogy mi újság van. Persze, apli. Annyit állítottam át, hogy ne ablakos legyen, hanem full screen. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi. És akkor nézzünk egy szóló mérkőzést, hogy hogyan mükszünk. Kíváncsi vagyok, de azért szerintem ez bőven menni fog így ezekkel a beállításokkal. Egyébként az Istenért nem tudom AMD procinál sosem beállítani a hőfokot Afterburnerbe. Tehát, hogy ez már nem is tudom, talán ez a második AMD-s gép, ami így nálam van, és egyszerűen valamiért én nem tudom beállítani itt a hőfokot. Inteleseknél még ilyen nem volt, valamiért nem tudjuk azt csekkolni, úgyhogy ti sem látjátok pontosan ezért, úgyhogy bocs, de ezzel tényleg nem tudok mit kezdeni. Ez ilyen. Vagy megszokjuk, vagy nem szokjuk meg. Teljesen mindegy. Na, leugrunk, aztat mondja, hogy jaj. Valóban ide a dzsumbújba. Fú, de nem mernék amúgy így ejtőernyőzgetni a való életben. Na, és hát akkor nézzük magát az FPS számot, ami ilyen 100 környékén van. Itt azért már jobban eszi a gépet az élet. 50% környékén járunk a processzorral, 100 FPS környékét hozunk, 12 giga RAM-ot eszik, 79 fokos a GPU, de az csak 21%-on megy. Jaj, szerintem engem lőttek ám. Csak én meg billentyűzettel vagyok, és hát nem a legjobb megoldás az nekem. De itt az FPS szám a lényeg, hogy azt nézegessük.
Nyilván, hogyha szeretnétek majd épkézláb tesztet ezzel kapcsolatban, akkor úgyis 1000 millió videót meg fogtok nézni, hogyha valaki esetleg ilyen gépet szeretne. Ez csak egy ilyen kis mini teszt, vagy hát hogy is mondjam, nálam van, és akkor kipróbáljuk, hogy egyébként milyen a cucc. Úgyhogy hát látjátok, ilyen 100 FPS környékét azért tudjuk tartani, és meglehetősen szép egyébként a játék, nem tudom itt a felvételen mennyi jön át ebből. Úgyhogy figyeljetek, srácok, nagyjából ezt tudjuk. Az, hogy ez a gép ez kinek éri meg, az nem rajtam múlik, nem én fogom eldönteni, hogy ki fog ilyet vásárolni. Nagyon egyszerű, aki szeretne. Úgyhogy állást ebben nem szeretnék foglalni. Nekem nagyon tetszik egyébként így a kialakítása is, ahogy kinéz meg azért tényleg 1 terrás SSD, stb. Tehát tényleg egy masszív erős gépről van szó. Hát mindenki eldönti magának, hogy megéri-e, avagy sem. A leírásba bedobtam a linket, ahol meg tudjátok vásárolni, avagy meg tudjátok nézni, hogyha szeretnétek. Úgyhogy ennyi meg egy Bambi. Köszi, hogy itt voltatok. Hello, hello, szevasztok. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, that's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling.